2017-től Magyarországon is bevezetésre kerül a bilinguális oktatás, ami azt jelenti, hogy a sikertanulók a magyar nyelv mellett jelnyelven is megkaphatják az információkat a tanórákon. Sok éves küzdelem kellett ahhoz, hogy a magyar jelnyelvet törvényben is akkreditálják, illetve hogy a siketoktatásban teret nyerjen magának, mint oktatási kommunikációs forma. Dr. Barta Csilla, mint két tannyelvi oktatási kutató szakember is részt vesz ebben a folyamatban. Véleménye szerint azért is fontos bevezetni ezt az oktatási formát, mert ezzel a magyar jelnyelv is elismertebbé válhat Magyarországon. Mi néhányan, személy szerint én magam is hosszú évek óta, tehát legalább 12-13 éve együtt dolgozom a Silosszal, lobby munkában és a jelnyelv magyarországi elismertetéséért, illetve az oktatásban való beépítéséért, és közben párhuzamosan folytatom a jogi előkészítő munkálatok a jelnyelvi törvény kidolgozásában, de mégis úgy gondoltuk, hogy nem várhatunk tovább, és a siketeket, magukat, akik tulajdonképpen 1880 óta ki vannak zárva a saját oktatásukból és képzésükből a jelnyelven, tehát a saját nyelvükön, mindenképpen hozzá kellene a saját eszközeinkkel segíteni ahhoz, hogy minél hamarabb diplomához jussanak, és a saját nyelvükről, a saját nyelvükön tanulva, illetőleg a kultúrájukról tanulva, ezzel is emeljük a jelnyelv presztízsét, és megerősítsük a siket közösség identitását. Dr. Tapolcai Gergő, aki maga is érintett, 2010 óta parlamenti képviselőtként dolgozik. Szintén sokat harcolt azért, hogy a bilinguális oktatás bevezetésre kerülhessen hazánkban. Fontos, hogy amikor elérkezik a bevezetés dátuma, addigra az oktatásban résztvevő szakemberek is felkészültek legyenek, és a megfelelő módszerek is kialakuljanak. Mit jelent az, hogy bilinguális oktatás? A bilinguális oktatás igazából az most benne szerepel már a jelnyelvi törvényben. 2017 januárjától fogják bevezetni Magyarországon. Aki akar bilinguális oktatás részben részesülni, tehát siket gyereket, és a halló szülők tudnak olyan oktatási lehetőséget kérni, ahol két nyelven oktatják a gyermekeket. Tehát az lesz kötelező, mint a két nyelven, jelnyelven és magyar jelnyelven oktatni kell a siket gyerekeket. Akármilyen tantárgyakat, tehát a történelmet, vagy bármilyen tantárgyat, jelnyelven is. De erre még most nincs felkészülve senki, sem az iskolák, sem a tanárok, sem a képzés maga. Körülbelül 5-6 év van addig ezt ki kell dolgozni, és amikor elérjük azt a bizonyos dátumot, addig már nyilván tankönyveket kell gyártani, oktatási módszereket kell gyártani, és akkor tudjuk bevezetni ezt bilinguális, vagyis a két nyelvű oktatást. A siket gyermekek elsődlegesen vizuálisan értelmezik a világot. Mivel hallásukat elveszítették, minden információ látáson keresztül érkezik hozzájuk. Ezért fontos a jelnyelv megjelenítése számukra. Ha az oktatásban párhuzamosan jelen van a jelnyelv is, akkor könnyebben megérti a magyar nyelv használatát. A gyerekeknek joga van jelnyelvet tudni. A siket gyermekeknek vizuális a gondolkozásuk, így könnyebben megértik a magyart is. Először, ha jelnyelven megkapják az információt, sokkal jobban fogják érteni. Erika gyermek korában sok rossz tapasztalatot szerzett az iskolában. Őt még a régi módszerrel tanították, ami jelentős problémákat okozott neki az információ befogadásában. Ezzel a módszerrel a tanulók csak úgy tudják követni a tanórákat, ha folyamatosan a pedagógus száját figyelték. Fontos lenne a siket felnőttek véleményét is figyelembe venni, és az azokból levont tanulságokat beépíteni a módszer kialakításánál. Mi az, ami segítséget jelentett volna számukra tanéveik alatt? Szeretnék még hozzászólni, gondolom, az orális módszer régen tapasztaltam, hogy tanítottak, mondták orálisan, de a tudás nagyon kevés volt. Fontos volt az, hogy jól beszél, jó hangja legyen. A társadalomhoz alkalmazkodtunk, és orálisan oktattak. De miért voltnak a siketeknek? Nem volt az érdekük, hogy nekünk ez miért jó. A siketeknek a jelnyelv a fontos, nekünk az orális annyira nem. A siketeknek miért jó?
Mert mi nem így beszélünk, nem orálisan, hanem ilyen nyelven kommunikálunk egymással, siket-sikettel. De a tanárok, a hallók, a társadalom ez akarták, és ez egy nagy vita volt a siketek és a hallók között, és ezért volt ez a bilingvális oktatás is, hogy együtt párhuzamosan menjen a jelnyelv és a hangzónyelv. Sok hallássérült most is együtt tanul vagy dolgozik a hallókkal. Az ő befogadásuk a halló társadalomban egyre nyitottabbá válik, hiszen sokan érdeklődnek a jelnyelv elsajátítása iránt. A kommunikációs nehézségeket a jelnyelvi tolmácsok segítségével könnyen elháríthatjuk, de ez nem mindig a megvalósítható megoldás. Ha mi magunk is találkozunk siket társainkkal, ne ijedjünk meg, hanem érdemes megtanulnunk akár alapjeleket is ahhoz, hogy megismerjük, megértsük és elfogadjuk egymást. Hát szerencsés voltam, mivel amikor elsős lettem, osztályfőnököm az volt az első feladata, hogy megemlítette mindenkinek, hogy van egy siket osztálytársuk, és mellette van a jelnyelvi tolmács, mindenki megértette, és ez folyamatosan már egy-két személynél kérdéseket vetett fel, hogy hogyan is van ez a jelnyelv, és ebből már a fele megtanult jelelni, és az iskolámban van jelnyelvi óra is. Úgyhogy ez a következménye ennek, hogy nagyon sokan érdeklődtek a jelnyelv iránt, és nem volt ijesztő, hogy mi lesz velem. Féltem persze először, hogy kiközösítenek a csapatból, de aztán tévedtem, mert nagyon kellemesen csalódtam. Vérszabolcs riportját látták.